Kedves nézőink, hölgyeim és uraim, újra egy olyan nagyszerű zeneszerzőről lesz szó, akit kis hián elfeledtünk. Pedig hát még csak most itt járt közöttünk, itt oktatott bennünket, nekem is ő volt a zeneszerzés mesterem, a nagyszerű Olá Tiborról van szó. Hajlamosak vagyunk önzők is lenni, természetesen mi hálátlan utókor, amennyiben bizony nem nagyon figyelünk életükben a kortársainkra, és aztán halálukat követően pedig elfelejtjük elvégezni azt az értékelő munkát, azt a leltárt elkészíteni, ami annyira fontos lenne azért, hogy továbbadjuk gyermekeinknek és unokáinknak azt az értékrendet, amely az örökségünk része. Olá Tibor nagyon jelentős zeneszerzője az erdélyi magyarságnak, és természetesen a románságnak is. Árpádon született, egy Árpád nevű kis bihari faluban született, és Kolozsváron végezte a tanulmányait, majd ezután Moszkvába került, Kolozsváron, akkor végezte a tanulmányait, amikor még a Zenekonzervatóriumot Magyar Művészeti Intézetnek nevezték, majd Moszkvába került a korszellemnek megfelelően, amiről megvan ugyan a véleményünk, vagy az ideológiai véleményünk, de nem tagadhatjuk el, hogy milyen magas színvonalú, milyen magas rendű szakmai munka folyt például a Moszkvai Zenekonzervatóriumban. Ennek neveltje volt Olá Tibor, aki teljes vértezetben érkezett haza, és nagyon gyorsan lett nagyon sikeres. Világszerte jól ismerték, és a román zeneművészet természetesen magáénak tekintette. Bukarestben élt, sok román kultuszfilm zenéjét ő írta, de ő írta nagyszerű szimfóniákat, őt ihlette brunkus művészete annyira, hogy egészen újszerű, különleges kompozíciókat tudott létrehozni, amelyek bejárták a világot. Természetesen mindig magyar volt és magyar maradt a Csángó kantátája, vagy a végtelenül szellemes Bajor Andor szövegére komponált opera paródiája mindig emlékezetében lesz azoknak, akik foglalkoztak a művészetével. A Klarinét trió a Moszkvát követő években született, és nagyon látványosan az ő esetében is dokumentálja azt a törekvést, hogy megszabaduljon attól a hihetetlen erejű örökségtől és hagyatéktól, amelyet Bartók és Kodály művészete minden magyar zeneszerző számára örökül hagyott. Azt látjuk, hogy ebben a törekvésben Olá hallatlanul érdekes utat választ, egyedi utat. Egy olyan utat, amelynek során ő felzárkózik a további nagy kortársaihoz, nemzetközileg jól ismert nagy kortársaihoz, Ligetihez és Kurtákhoz. Olá művészete újra felfedezésre vár, mindenkit arra biztatok, keresse a műveit, legalább hallgatni, és újra műsorra tűzni.